Kellemes jó napot kívánok mindenkinek! A mai ünnepi alkalomkor, március 15-én a második Four Rings kupának a legjobb 16 közötti küzdelmeit fogjuk közvetíteni. Első körben, aztán majd a 8 között még egy mérkőzést, aztán az elődöntők közül egyet és a döntőt fogjuk közvetíteni. Most jelenleg 16-an vannak a tábláknál, 7 páros itt a nagyteremben, és a többiek, a maradék 2 pedig ugye a kisteremben közvetített mérkőzésen fog szerepelni. A párosítások Sipos István, Stefankovics Károly ellen, Veszprémi Attila, Vargyas Tamás ellen, Horváth Bence, Antal Norbert ellen, ezt a mérkőzést fogjuk közvetíteni, Bugár Sándor, Kollár Ákos ellen, Álki Kristóf, Tóth Lionel ellen, Móricz Roland, Szekeres László ellen, Farkas Csaba, Bogdán Ferenc ellen, Kelemen András pedig Szabóné Klaudia ellen fog a tábla elé lépni. És nézzük, hogy a srácok itt vannak-e már a táblánál. Igen, Antal Norbi dobja a bemelegítő nyilakat, és Bence is ott van már a táblánál, tehát mind a ketten megérkeztek. És akkor pénzfeldobással fogják eldönteni a búradobásnak a jogát, és utána búradobással fogják eldönteni a kezdésnek a jogát. A búradobást Antal Norbi fogja kezdeni. Hát ez úgy néz ki, még a gyakorló nyilak közé tartozik. Most már úgy látom, hogy következik a pénzfeldobás. Azt is Antal Norbi fogja kezdeni. Egy kicsit mellette, és nézzük Bence, hova helyezi a nyilat. Hát, nincs könnyű helyzetben Tamás, nézzük, hogy meg tudja állapítani, hogy ki kezdi a mérkőzést. Horváth Bence fogja a mérkőzést kezdeni. Egy jó 20-assal, meg egy 5-össel a szomszédban, és levált a 19-esre, 44 ponttal kezdte. Nézzük, hogy Norbert mivel válaszol. 19-esen kezdi a tömegnek a fogyasztását, 2 19-essel kezdett, és egy harmadik is ott van, 57 pont. A mai nap küzdelmeit 50-en kezdték meg, nagyon szép számban gyűltek itt össze az ünnepi alkalom, ugye március 15-e alkalmával a srácok, és 16 csoportban, 2 4-es és a többi pedig 3-as csoport volt, és minden csoportból 2 kiutó jutott ki, és 32-es főtáblával folytatták, ami utána 2 kör lefolyása után 16 főre csökkent, és a legjobb 16 között már mi is itt vagyunk, és közvetítünk. Antal Norbit és Horváth Bencét is ismerősként köszönhetjük itt a centerpályán, hiszen korábban a PDP versenysorozatban ők már szerepeltek a képernyő előtt. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy egymás ellen, de még az is megeshet. 19-es Norbitól, aztán egy 3-as, meg még egy 19-es, 41 pont. Egyik srác sincsen még kiszállón. Közben üdvözlök mindenkit itt a streamben, szépen érkeznek a nézők is. 63 pontot szerzett Bence, nem lett meg a kiszálló, 189 ponton maradt, és Norbi pedig 295-re következik. Továbbra is a 19-esen, 57 ponttal kerül 238 pontra. Két szomszéd szektor Bencétől. 25 pont. Ugye elsősorban az Audis dolgozók számára kiírt versenyről van szó, és amikor nem telt meg a 64-es tábla, akkor a
főszervező Visi Tamás nyitotta az amatőrök számára is a versenyzés lehetőségét, és nagyon szép számmal gyűltek össze itt a táblánál, és el kell mondanom, hogy az Audis dolgozó amatőr játékosok komolyan borsot törtek a folyamatosan a PDP-n szereplő játékosoknak az óra alá, úgyhogy remélem, hogy ez egy újabb motivációt ad a srácoknak, hogy még jobban teljesítsenek az amatőr versenysorozatban. Bence közben 139-re kezdett, és sajnos egy ötös lett belőle, 45 ponttal került 94-re, Antal Norbinak ott van a 110-es mint megoldandó feladat, egy 20-as megvan belőle, 90 pontja maradt, nézzük, hogy a tripla 18-as utat válassza-e. Igen, arra próbált menni, hogy utána dupla 18-al befejezze, de egy 4-es lett belőle, továbbra is ott maradt a 18-ason, de sajnos második, harmadik nyíra sem jött a megfelelő érték, az egy 7-es Bencétől. ponttal került 55 pontra Bence. Norbi 83 pontra következik. Egy 17-essel kezdett. Most a 16-os bull utat kellene választani, az lenne a célra vezető. Nem azzal próbálkozott, szerintem ez egy tripla 14-es szeretett volna lenni. 51 ponttal került Norbi 32-re, Bencének be kéne fejeznie az 55-öt, dupla 20-szal akár meg is lehet. Az a 20-as szektorban landolt, és dupla 10, az pedig a dupla 15-ösben besokalt Bence, maradt az 55 pont, és 32-re, azaz dupla 16-ra Antal Norbi fejezheti be előbb. Az a 16-osban dupla 8, az sincsen benne a duplában. Nyolc pontja maradt Antal Norbinak, 55-re árhat oda újra Bence, tripla, és dupla 5 lehet a befejezés, felnéz, az első még az ötös szektor, és második nyíra megvan a kiszáró, és ezzel az első leget Horváth Bence nyerte, és a másodikat Antal Norbi fogja kezdeni. 19-es, egy 7-es, és még egy 19-es, 45 ponttal folytatja Antal Norbi, egy 1-es Bencének, egy 20-as, és még egy tripla 1-es, 24 pont. Hetes, szépen szektor biztosan Norbi. Száz pont Bencétől, mindenki a tripla is megvolt. Egy 19-es Norbitól, még egy 19-es. 57 pont, szépen megvan a szektor, sajnos Norbinak nem pottyan a tripla, Bencének az előző körben megvolt. 44 pont, most Bencének sem sikerült olyan jól ez a kör, mint az előző. Közben kukkancsunk át a nagy terembe, hogy hogy állnak a srácok. Jobában zajlanak a mérkőzések, srácok fegyelmezetten versenyeznek, az írók pedig fegyelmezetten írnak. 140 közben Bencétől, erről egy kicsit lemaradtunk, és már is 193-on van Bence, sajnos a kiszálló még nincsen meg, de Norbi egyelőre még elég magasan. 95, most iramodik Bence után. 210 ponton Norbi, 193 pedig Bence. 45 ponttal megvan a 148-as magas kiszálló Bencének. Egy 3-as Norbitól, meg egy 19-es.
meg egy hetes, 29 29. ponttal sajnos nem lett meg továbbra sem a kiszálló. Bencének ott van a lehetőség, hogy akár befejezze. Nagyon szép, megvan a tripla, még egy kellene belőle. És a dupla 14, az pedig a dupla szektor fölött. Nagyon szép lett volna Bencétől egy ilyen bravúros megoldás így a második legben. Így is ott lesz még a lehetőség, visszaállhat arra 28-ra, ugyanis Norbi egyelőre még nincsen kiszálló most. 97-es. A dobás, 84-re teszi le magát Norbi. Bencének első nyíra megvan, és ezzel 2-0-ra alakította a mérkőzésnek az állását. Nem elég, hogy brékelt Bence, már 2-0-ra vezet, és ugye 3 nyert legig zajlik az összecsapás, ami azt jelenti, hogy ha még egyet nyer Bence, akkor gyakorlatilag vége a mérkőzésnek. Norbi búcsúzik a legjobb 16 között, és Bence fog a legjobb 8 közé jutni. Ennek megfelelően Norbi keményen be is kezd ebben a legben, egy tripla 19-essel, meg 2 szimplával, 95 pont. Most ő van előnyben. Szóval 35 pont közbe Norbi részéről. Szerint. 100 pont Bencétől, és így 315 pontra került rögtön. Köszönöm. 57 ponttal folytatja közben Norbi. Az sajnos elcsúszott az ötösbe, az a 20-asban. 85 Bencének a részéről, 230 pontra teszi le magát. Ponttal folytatja Norbi. Most egy kis előnyben van Bence, 230 ponton van ebben a legben, egyébként 2-0-ra vezet. Ugye Norbinak itt most már más lehetősége nagyon nincsen, mint hogy 3 leget nyerjen Zsidorman. 19-es Norbitól, meg egy tripla 19-es. És egy 3-as, 79 ponttal leteszi magát 188-ra, sajnos nincsen meg a kiszálló. Ja, 41 pont Bencétől, ez nem volt jó, ez az 1-es a végére, 159 ugye nem kiszálló, és ezzel az 1-essel arra jutott le Bence. Norbinak előbb lehet meg a kiszálló. 57 ponttal meg is van neki, 131 1-es magas kiszállón Antal Norbert, Bence pedig 159-en. 59-re teszi magát 100-ra, ugye a 100 egy barátságos érték, akár két nyíllal is megoldható, tripla 20, dupla 20, de Norbinak ugye ott van a 131 és 3 nyíl a kézben, és ő kerül előbb a táblához. Sajnos az a 19-es az arra enged következtetni, hogy ebben a körben Norbinak már nem lesz meg a kiszállója. Két 19-es ugyan megvan, de már csak a kerekítő maradhat a végére. 57 ponttal teszi le magát 74-re Antal Norbi, és Bence a 100-at akár a mérkőzésért is megoldhatja. Még a 95 is megoldható, nincsen tripla, így nem lesz befejezés, már csak a kerekítő marad. 84 ponttal leteszi magát 16-ra, ott van a feladat Norbinak, meg kell oldani a 74-et, nem szabad még egyszer visszaengedni Bencét. 14-es, 20-as, dupla 20. A 20-as megvan belőle, és akkor dupla 20 lehet a befejezés, és ezzel 2-1-re alakíthatná a mérkőzésnek az állását. Antal Norbert nagyon lecsúszott, az a harmadik nyíl, 39 pontja maradt. És a mérkőzésért Bence a dupla 8-ra, az első még a dupla alatt, a második nagyon messze, azt nagyon eldobta Bence. Nézzük, hogy összejön-e neki a kiszálló azzal az egy nyíllal, ami a kezében van. Nem jött össze, visszakapja Antal Norbi a lehetőséget, hogy megoldja a 39-et. Nézzük, hogy melyik utat választja. Valami
hiba történt Bencének, mint hogyha kiesett volna a tolla, ezt gyorsan összekapták, a 7-es megvan belőle, és akkor dupla 16 lehet a befejezés. Az a 16-osban a dupla 8 még jó lehet a 2-1-hez, és az pedig a 11-esben 5 pontja maradt. Norbinak még a következő körben kerekítenie is kell, hogyha Bence nem oldja meg. Most elsőre nem oldotta meg a... És a dupla 2 lehet. Nincs pont. Visszakapja Norbi a lehetőséget. Az pedig a szomszédos szektorban besokalt Norbi. Visszakapja Bence a lehetőséget, hogy dupla 8-al 2 nulláról 3-0-ra alakítsa a mérkőzésnek az állását és megnyeri a mérkőzést. Nem jött össze, az a 13-asban landolt. Norbi, nézzük azt a kerekítőt. A tripla 1 lett belőle, és akkor a dupla 1, tovább kerekíteni már nem kell. Egy sima 1-es, egymásnak adják a srácok a stafétát, és rombolják az átlagukat. Az messze van Bencének. A második még inkább messze. Igen, egyszer már a mérkőzésért megy, ezek nehezebb nyilak. Nincs pont. Norbinak megvan az 1-es, most kis el belőle, szépen ráfókuszál arra a dupla 2-re. Az első még alatta, de nagyon szépen irányba ment. Nézzük a harmadikat. Nincsen meg, pedig az még közelebb ment a dupla szektorhoz. Újabb lehetőség Bencének a győzelemért. Egy nyíl maradt. Mint hogyha befalaszták volna. 8 pont. A dobott érték és 8 pont, ami maradt. Dupla 2 a 2 1-hez Antal Norveltől. Egy 2-es, dupla 1. Nincs pont. Pedig a dróton landolt gyakorlatilag mindegyik nyíl. Az nagyon lecsúszott Bence. Bence iszik is egy korty vizet. És megnézi jól azt a dupla 4-et. Az nagyon a szektorban landolt, és a dupla 2. Nincs meg, most sem. Kiegyenlítettek a pontértékek, nézzük, hogy kinek sikerül előbb megoldani. Az egy 2-es, dupla 1 következik, azt már számtalanszor gyakoroltuk. Nincs pont. Kis mosoly jelent meg Bence szája sarkában. És megvan, és ezzel a mérkőzést 3-0-ra. Horváth Bence nyerte egy óriási kiszálló csatában, és ő jut a legjobb 8 közé, és Antal Norbert pedig búcsúzik, és mi pedig rövidesen jövünk vissza a legjobb 8-ban, közvetítünk majd egy mérkőzést. Kellemes jó napot kívánok mindenkinek, folytatjuk tovább a második Four Rings Kupa küzdelmeit a legjobb 8 között. A 16-ban a következő eredmények születtek, Sipos István 3-0-ra győzött Stefankovics Károly ellen, Bargyas Tamás 3-1-re legyőzte Veszprémi Attilát, Horváth Bence 3-0-ra győzött Antal Norbert ellen, ezt láthattuk itt a közvetítésben, Kollár Ákos 3-2-re győzött Bugár Sándor ellen, Tóth Lionel 3-2-re legyőzte Árki Kristófot, Móricz Roland 3-2-re Szekeres Lászlót, Farkas Csaba 3-1-re győzött Bogdán Ferenc ellen, és 3-0-ra győzött Kelemen András Szabóné Klaudia ellen. Az utóbbi két mérkőzésnek a nyertesét, tehát Farkas Csabát és Kelemen Andrást fogjuk megtekinteni majd itt a center pályán, és a további három párosítás pedig a nagy teremben fog lezajlani. Tehát nagy teremben már látjuk, hogy a srácok megindították a küzdelmet egymás ellen, és szerintem a center pályán is ott vannak a küzdőfelek. Igen, Farkas Csaba dobja a gyakorló nyilakat, és Kelemen András is ott van közben.
András még eldobja a bemelegítő nyilakat, és akkor utána pénzfeldobással eldöntik a búradobásnak a jogát, és akkor utána a búradobással a kezdés jogát, és akkor felváltva következnek a kezdések. Megtörtént a pénzfeldobás. Kelemen András fogja a búradobást kezdeni. Egy kicsit mellette, és nézzük, hogy Csaba mivel válaszol. Szerintem Csaba van közelebb hozzá. András kezdi a mérkőzést. Tévedtem. András fogja kezdeni a mérkőzést. Tehát a második Four Rings kupa küzdelmeiben a legjobb 8 között Farkas Csaba és Kelemen András összecsapását fogjuk megtekinteni. 9. Nem kezdett túlzottan acélosan András. Nézzük, hogy Csaba mivel folytatja. 19-esen kezdi a tömegnek a fogyasztását. 57-es. Meg is van szépen a 19-es, mind a három nyillal, 57 pont. A mai nap küzdelmeit 50-en kezdték meg itt a második Four Rings kupában, és a végére 8-an maradtak. Ugye itt a 8 között fogunk egy mérkőzést közvetíteni, majd az elődöntők közül egyet és a döntőt fogjuk közvetíteni. Ez a versenysorozat is a PDP kiírásnak megfelelően zajlik, tehát egészen a döntőig 3 nyert legig zajlanak a mérkőzések, és a döntőben majd 4 nyert legre csapnak össze a srácok. 95-ös közben Csabától, erősen dob. Andrástól is megvan a 60, ezzel 308 pontra került. Lehetes, nagyon stabil Csabinak ez a 19-es len, meg is van az eredménye, magas átlagon. Tehát 50-en kezdték meg a mai küzdelmeket, többségükben teljesen amatőr játékosok, és ennek ellenére a csoportköröket nagyon fegyelmezetten és gyorsan befejezték, és hamar gyorsan a 16 csoportból kialakult a 32-es egyenes kieséses szakasz, ahol aztán a 16 közé kvalifikálták magukat a srácok, és már ott is lezajlott egy kör, és most már a 8 között zajlanak az események. 21 pont közben Csabától, ez nem volt túlzottan sikeres, nincs meg a kiszálló, 169 pontja maradt, András pedig 214-en van. Nem jönnek most a magas értékek Andrásnak. Csabi is visszaváltotta lenti szektorokra, aztán mire ezt kimondom, addigra föntre váltott, 55 ponttal 114-es magas kiszállóra teszi le magát. András 45 ponttal szerzi meg a 141-es magas kiszállót. Egy ötös közben Csabitól, ugye ebből rögtön kiderül, hogy most már nem lesz befejezés ebben a körben. Ez a 90-re mit választ? A tripla 18 irányában próbált váltani, 86 pontja maradt. Andrásnak egy 1-es, meg egy 20-as, és még egy 1-es. Nézzük, hogy Csabi be tudja fejezni. Ebben a körben megvan a tripla, és a dupla 16 nincsen, és a dupla 8. 78. Mondhatnánk azt is, hogy a nehezét megcsinálta, de a kiszálló nem sikeredett. 119 Andrásnak, ez nem túlzott a jó ötlet ez a 20-ason kezdés, 119-nél, ugye mivel 20-as lett belőle, ezért rögtön utána már nincsen befejezés. Dupla 4, első nyíra Farkas Csabinak, és ezzel 1-0-ra alakította a mérkőzésnek az állását, és rögtön brékelt. És ezzel 1-0-ra vezet, és tripla 20-assal kezd, ugye az előbb a 19-esen fogyasztatta a tömeget, most a 100-ason kezd inkább, és rögtön 100 ponttal, nagyon erősen
belecsapott a játékba Csabi ebben a körben, és ugye a brékelés akkor az igazi, hogyha utána a játékos a saját kezdését is hozza. Hát nagyon nagy lépést tett ezzel a százas kezdéssel Csabi abba az irányba. Közben Dani is benézett. Üdvözöllek, Dani! 41. Egyre 7 pont közben Andrástól, 924 ponton, egy 20-as Csabitól, aztán az elcsúszott sajnos az ötösbe, 45 pont. Egy 20-as Andrástól, az sajnos elcsúszott az ötösbe, és a 19-esen fejezi be, Csabi most lényegesen jobban áll. 44 pont. Ez nem volt túl jó. Andrástól 27 pontot szerzett csak. Csabi most bevált inkább a 19-esre. A második, mintha már benne lenne. 41 pont. Volt a tripla, a második is nagyon közel hozzá, azt levált a 19-esre, nagyon közel a triplához, de nincsen meg. 59 szektor biztosan. Tripla 20 megvan Csabinak. Ó, a másodikkal a nyilat találta telibe, így 80 pontot szerzett, kipattant a második nyila, ezzel is megvan a 150-es magas kiszálló. Előnyben Csabi. 38 Andrástól. 20-as, még egy 20-as. 41 pont. Nem sikerült 100 alá kerülni a Csabinak, 109 pontja maradt. Andrásnak nagyot kellene dobnia ahhoz, hogy meglegyen a kiszálló. Az az 1-es az nem segít ebben, meg a 3-as sem. Nem lett meg a kiszálló. Csabi tovább közeledhet a dupla irányába. Tripla 18-al próbálkozott. 57 pont. 52 pontja maradt, Andrásnak most kellene a nagyot odapirítani, hogy ráijesszen egy kicsit Csabira, mert Csabi maga biztosan odaállhat az 52-re, az biztos, hogy odaállhat, mert ugye András nem tudja befejezni ezt a kört, de egy magas érték egy kicsit zavarba hozhatná akár Csabit, egy ötös lett belőle, megvan a kiszálló közben Andrásnak 152-n. 20. Jönnek a szurkolások közben itt a chatbe. Elsősorban András mellett szorít a család. Kell is a szorítás, mert most Csabi dupla 16-ra következhet. Az még a dupla alatt. Az pedig a 16-osban dupla 8-al még megoldhatja. Nem, visszakapja András a lehetőséget, hogy egy-egyre alakítsa a mérkőzésnek az állását, visszabrékeljen. Egy 20-as, még egy 20-as kellene belőle. Az megvan, és a dupla. Rendesen befalaszta András azt a dupla 20-at. Mi sikerült át pattintani fölötte a nyilat dupla 8-al 2-0 lehet Csabinak. Vagy dupla 4-je. Nincs pont. András előtt a lehetőség dupla 10-zel egalizálni a mérkőzésnek az állását. Ennél közelebb talán nem is lehet dobni. Dupla 5 sincsen meg sajnos elsőre. Másodszorra pedig az 5-ösben, úgyhogy a következő kört még kerekítéssel is kell kezdenie, hogyha Csabi nem oldja meg ezt a dupla 8-at. Nincs pont, pedig mind a három nyíl nagyon közel a dupla kiszállóhoz, de nem volt megfejtés. 5, nézzük, hogy melyik kerekítőt választja András. A tripla 1 sikeredett szerintem csak szimpla akart lenni, de dupla 1-jel még megoldhatja az első fölötte. A második is fölötte, azt már tovább kerekíteni nem kell, de most Csabin a világ szeme, és a szomszédos dupla szektorba besokal, és András újra visszakapja a lehetőséget
a dupla egyre. Nincs pont, sajnos. Nézzük, hogy Csabi megoldja a dupla nyolcat, az egy kicsit fölötte. A második a nyolcasban, dupla négy még megoldás lehet, és harmadik nyílra megoldja, és ezzel 2-0-ra alakította a mérkőzésnek az állását. Hát Andrásnak most már más lehetősége nincsen, mint három leget nyerni zsinórban, nem engedhet többet Csabinak. Ugye három nyert legig zajlik a mérkőzés, és itt már nem kisebb a tét, mint az elődöntőbe jutás. Ott van pont, szépen szektor biztosan Csabi. András nagyon fókuszáltan, de sajnos az első nyíl elcsúszott. Aztán a másik kettő már a 20-asban landolt, 45 ponttal csökkentette pontjainak a számát 433-ra. Csabinak a harmadik nyíla nem sikerült túlzottan jóra, nem sikerült 400 ponttal elkerülnie. Na, megjöttek Csabi szurkolói is a chatbe. Rossi is szemmel követi a háttérből a mérkőzésnek az alakulását. 59 pont, közben Csabitól 341 pontra került. Egyelőre Csabinak áll a zászló ezen a mérkőzésen. 67 pont. 1-19-es Csabitól, még egy 19-es. És egy tripla 20 fenn, 98. Nagyon szép, 98 ponttal került a 243-ra, és óriási lépést tett a mérkőzésnek a megnyerése irányába. Andrásnak kellene a magas érték, hogy tudja tartani a lépést Csabival, nem engedheti el, mert a mérkőzésébe kerülhet. Az a harmadik nincsen benne a triplába, ezek szerint nincsen benne, 60 pont, 280-on András is. Csabi váltogatja a szektorokat. 82 ponttal 161-es magas kiszállóra került. És jól sikerült a kerekítés. Andrásnak sajnos a kettő a szomszédos egyes szektorba. Aztán egy gyönyörű szép javítás. 62 pont, de sajnos nincs meg a kiszálló. Csabinak egy egyes, aztán ott már megvan a 20-as. 22, 139, az is magas kiszálló. Kicsit elaprózza a végét Csabi. Andrástól megvan a 20-as, ja, az lenne a cél most, hogy kiszállóra kerüljön András. 44 ponttal ez nem sikerült, 174 az nem kiszálló, tripla 7-es megvan Csabinak. De gondolom inkább szeretett volna tripla 19-et dobni ehelyett a tripla 7-es helyett, de így is 80-ra került ki. András egyelőre nincsen kiszállón, kellene a tripla, ops, az az 5-ösben. 45, kiszálló megvan, de még mindig magasan, 129 ponton. Ó, Csabi dupla-duplával próbálkozott. Egy bátor vállalás. 25 sikerült belőle, 55 pontja maradt. Andrásnak ugye ezt a 19-esen kellene lent kezdeni. Okosan ott is kezdi, sajnos átcsúszott a 3-asba. Aztán visszavált a 20-asra. 43 ponttal, már ő is 100 alatt, 86 ponton. Csabi 15 dupla 20-szal próbálta megnyerni a mérkőzést. Nincsenek meg a jó értékek, ugye 14 eddig a táblában. És 41 pont, úgyhogy még egy kerekítő. Sok! Besokalt Csabi, visszakapja András a lehetőséget, hogy megoldja a 86-ot. Egy 18-as megvan belőle, meg még egy 18-as, és akkor a piros bull lett volna a megfejtés. Nem sikerült, 25 pont maradt a végére. 61. Csabinak ott az újabb lehetőség. Ismételten a kettes sikerült eltalálni a 15-ös helyett. Az meg egy 4-es a 13-as helyett. Az pedig egy 14-es a 9-es helyett. Így 34. Csabitól az egy 9 és dupla 8 lehetne a befejezés. Andrástól 8 maradt, pedig megvolt a lehetőség.
Csabi. Az a 17-esben. 18. 16-ra kerül le. És akkor nézzük, hogy Andrásnak sikerül-e a elkezdeni a felzárkózást. Mire ki mondom, addigra sajnos a 13-asban landol az a nyíl céltévesztve, és ezzel Csabi visszakapja a lehetőséget a mérkőzésért a dupla 8-ra, az pedig a dupla 16-osban landolt. Srácok eljátszanak a kiszállón. András dupla 4, az első még a dupla fölött, a második is a dupla fölött, és a harmadik is a dupla fölött. Oda-vissza adják a stafétát, most éppen Csabinál a lehetőség. Nagyon közel, de nincsen benne, látjuk innen. Találat, és ezzel a mérkőzést Farkas Csaba nyerte, és ő folytatja tovább a menetelést az elődöntőben. Kelemen András elbúcsúzott a legjobb 8 között a küzdelmektől, gratulálunk neki, és akkor rövidesen jövünk vissza, és akkor innen fogjuk folytatni. Kellemes jó napot kívánok mindenkinek, folytatjuk tovább a második Four Rings kupának a közvetítését, mégpedig az elődöntővel. Az elődöntők párosításai a következő, Sipos István Kollár Ákos ellen fog küzdeni, ezt fogjuk közvetíteni, Móricz Roland pedig Farkas Csabával fog a nagy teremben összecsapni. Nézzük, hogy a srácok megérkeztek-e már a táblához. Igen, Sipi már dobja a bemelegítő nyilakat, és a háttérben ott van Kollár Ákos is. Ők ugye mind a ketten már a PDP Series-ben szerepeltek itt a közvetítésben, és a nagy teremben is szerintem rövidesen elkezdik a mérkőzést, sőt már el is kezdték. Látjuk ott a hármas táblán, ahogy Csabi éppen dobja a nyilakat, de Móricz Roland is ott van, az író Kelemen András, ugye, az előbb Csabi ővele csapott össze. És akkor rövidesen pénzfeldobással el fogják dönteni a buradobás kezdési jogát, és akkor utána pedig a buradobással és meg is történt, Kollár Ákos fogja kezdeni a mérkőzést. ...121-jel kezdett. Szia Dávid! Üdvözöllek itt a streamben. És higgyétek el nekem, hogy ez az elődöntő, annak ellenére, hogy itt a kijelző még a legjobb 8 szerepel. 15, közben Sipitől nem sikerült túl jól a kezdés neki. Ákosnak szépen megvan a 20-as szektor. 60 pont. Tömény Dávid, úgy néz ki, hogy Kollár Ákosnak szorít. Sipinek közben megvan a tripla 20-as. A második a tripla 20-as szektor fölött. 100 pont. Ugye ez az összecsapás is 3 nyert legig fog tartani. 60. És a cél pedig a döntőbe jutás, ugye aki itt vereséget szenved, az még nem búcsúzik el a küzdelmektől, hiszen még egy bronzmérkőzés is vár majd rá. 60 pont, közben nagy a hangulat kinn a teremben, Ákos egy kicsit csendre is intette a kintieket, kicsit nagy a zajszint, ami beszűrődik. Ugye itt a kis teremben általában eléggé csendes szokott lenni a hangerő, és eléggé zavaró, hogyha az ajtó előtt pedig nagy hangerővel megy a buli, nem mint hogyha a pénteki partik nem erről szólnának, de azért először fókuszáljunk a játékra, és akkor majd utána foglalkozzunk az ünnepléssel.
28 közben Ákostól, nincsen meg a kiszálló, 192 pontra került le, Sipi még 285 ponton van. Megvan a tripla 20-as Sipinek is. 66, sajnos a második nyíl volt, csak sikeres, a másik kettő a szomszédos szektorokban landolt. Tripla 5-ös, egy tripla 3-as, 44 pont Ákostól. Megvan a magas kiszálló, 148 ponton Ákos. Sipinek megvan a tripla 20-as, ismételtem. Aztán egy sima 20-as, bevált a 19-esre, az pedig a 7-esben landolt, 87 ponttal teszi le magát 132-es magas kiszállóra. Ákosnak az első nyíla sajnos elcsúszott a szomszédba, a másodszorra már megvan a tripla 20-as. 84 ponttal került 64 pontra. Egy 5-ös, ez pedig egy telefon a háttérben, hogyha jól hallom. Sipit meg is zavarta, kiáll a dobásból, elhallgatott a telefon, és mehet vissza a mérkőzésbe. 44 pont, 88 pontra kerül le. Nézzük, hogy Ákos meg tudja oldani a 64-et. Ugye ő kezdte ezt a leget. Egy tripla 1-es. 61 ponton. 11 piros bull lehetne a megoldás. De inkább a bullt választotta. És a dupla 18-as befejezés lett volna az üdvözítő. Sajnos a dupla 18 nem lett meg. Sipinek megvan a 20-as. Egyben 8 ponttal kerül le dupla 20-ra. Ákosnak most már tényleg meg kellene oldani ezt a dupla 18-at. Első nyíllal találat, ezzel a mérkőzés 1-0-ra alakítja Kollár Ákos, és a második leget Sipi fogja kezdeni. Ott van, szépen megvan a szektor. Hát 78 Ákostól. Megvan a tripla 20 Sipinek. A második a 20-as szektorban. 100 pont. Egy 20-as Ákostól. Az sajnos elcsúszott az 5-ösbe. És az 5-ösben 30 pont, ez nem volt túlzottan sikeres Ákos részéről. Sipitől egy 19-es lenne, az elcsúszott a 3-asba. Az pedig a 7-esben túlkorrigálta. Sipi egyébként annak ellenére, hogy eljutott idáig az elődöntőig, közben folyamatosan mondta, hogy nem egészen 24. Úgy megy neki a játék, ahogy azt ő igazán szeretnél. Ennek ellenére hozta, amit kellett, de azért látszik, hogy nem 1000%-ig fókuszált. Egy kicsit a fáradtság érezhető a játékán. 30. Most is 30 pontot sikerült összehozni ebben a körben. Ákos sem áll túlzottan jól most. 45 pont. 20-as Sipitől. Az sajnos elcsúszott az 5-ösbe. 45 pont. Kellene Ákostól a magas érték. Ez a 7-es nem az igazi ebből a szempontból. 46. Második már a 19-esben volt, bár takarta a nyíl. Én azt gondoltam, hogy a 7-esben. Tripla 1 Sipitől. Nagyon közel a tripla 20-hoz, de nincsen benne. Az is sajnos csak egy 7-es. Az pedig kipattant, és igazán tetszik Sipinek. Ákosnak megvan a 20-as, meg még egy 20-as. Meg a tripla a végére, sajnos ezzel sincsen meg a kiszálló, 178-on van, Sipos István 227-en, sima 20-as szektor elegendő lenne a kiszállóhoz. 60 pont,
meg is van az az említett kiszálló, 167-es magas kiszállón Sipos István, Kóler Ákos egyelőre még nincsen kiszállón. 40 pont, most már neki is megvan, 138-as magas kiszállóra tette le magát. Egy sima 20-as Sipitől. Azt egy kicsit kiemelte, levált a 19-esre. 56. 111 pontja maradt. Ákosnak megvan a 19-es. Az sajnos elcsúszott a 3-asba. 29. Nem sikerült 100 alá kerülni Ákosnak. 109 pontja maradt. Sipinek pedig 111 pontja van. Megvan a tripla. Nézzük, hogy a 11-es válassza-e. Igen, és akkor a dupla 20 lehet a befejezés, és az 1-1-es egyenlítéshez. Ott volt a nyíl a kezében, Ákosnak bravúr kellene, hogy arról a 109-ről kipattanjam. Egy 19-es, 90 pontja maradt, nézzük, hogy a tripla 18-ast választja, azt próbálta, de csak egy 4-es lett belőle, marad is a 18-as szektoron. 68 pontja maradt, dupla 20 lehet a befejezés Sipinek. Második nyíl is a dupla fölött. A harmadik pedig a 20-as szektorban visszakapja Ákos a lehetőséget, hogy 2-0-ra alakítsa a mérkőzésnek az állását. Egy 20-as megvan belőle, és a dupla 20 lehet a befejezés. Az pedig fölötte Sipi dupla 10-re az egyenlítésehez. Az nagyon közel, de nincsen benne. Második nyíra megvan, ezzel 1-1 a mérkőzés állása, mindenki hozta saját kezdését, és a harmadik leget Kollár Ákos fogja kezdeni. Most a kukkancsunk át a nagy terembe, hogy zajlik-e még a mérkőzés. Igen, ott áll Csabi is, és ott áll Roland is. Ugye a másik elődöntő is párhuzamosan zajlik. Sipinek az első két nyíla a 20-asban. 60 pont. Ötvenhét szektorok megvoltak, tripla sajnos nem pottyant. 1-20-as Sipitől. Még egy 20-as. 60 pont, szépen a szektor megvolt. Ákostól. Szektorok megvannak a srácoknál, de egyelőre a triplák nem jönnek. 45. Az meg átcsis csúszott az ötösbe. 45 pontja. Egy Sipinek megvan a tripla 20-as Ákosnak. 81 pont. Most egy kis előnyben Ákos a kezdésében. 259 ponton van, Sipi 333-ra áll oda. Megvan a tripla 20-as neki. Hát a 19-esre, az egy sima 19-es. 98 pont, ezzel egy kicsit beelőzte Ákost. Ákosnak egy 20-as. Meg még egy 20-as. Levált a 19-esre, 61 pont, nincs meg a kiszálló, 198 pontja lett. Ó, király Janika Svájcból jelentkezett be. Üdvözöllek, Janika, örülök, hogy követel itt a streamet. Régen láttunk erre felénk, majd azért egyszer-kétszer nézzél erre. 96, 102 pontra került Sipos István is 114-es magas kiszállón. 20-as megvan belőle, tripla 18. Nem jött, csak sima lett belőle, úgyhogy kerekítő maradt a végére is. Megpróbált visszadobni a tripla 20-ra, nem sikerült, 71 pontja maradt Sipinek. Egy 20-as Ákosnak. Aztán az egy 9-es lett. 36 ponttal került le 66 pontra. Sipinek itt a lehetőség a breakre. Még mindig. Ez 68, nézzük, hogy a 18-as piros pullos utat válassza. Nem, tripla 20-ra rápróbálkozott, hogy utána dupla 4-jel fejezhesse be. Nem jött össze. 7 pont, nem volt túlzottan fényes, visszakapja Ákos a lehetőséget. Egy
15-ös megvan belőle, mondjuk lehetne belőle még egyet dobni. Nem, inkább a 7-est választja. 42 ponttal kerül 24-re, Sipinek ott a lehetőség a breakre, 64 pont. Az egy 8-as. Megvan a 16-os, és akkor a dupla 20 lehet a megoldás a 2-1-hez. Fölötte nem sikerült, visszakapja Ákos a lehetőséget dupla 12-re. Az első a dupla szektor fölött, a második a szektorban, dupla 6. Harmadik nyíllal találat, és ezzel a mérkőzést Kollár Ákos 2-1-re alakította, eddig mindenki hozta a saját kezdését. A negyedik leget Sipi fogja kezdeni, mégpedig egy 20-assal. Megvan a tripla is. 100 pont. Ákosnak egy 20-as. Még egy 20-as. Meg egy 7-es. Nem jött meg a 19-es lenne, egy szomszédos 7-es lett belőle. Triple 1-es Sipitől. Meg egy 20-as. És egy 7-es, 30 pont. Nem jönnek a magas értékek a srácoknak. Ákosnak egy 20-as, még egy 20-as. És a harmadik is, a szektor megvan, 60 pont. Üdvözöllek, Darányi Zolika, itt a streamben. Közben Sipinek megvan a tripla 20-as. Még egy 20-as. 100 pont, és ezzel már is 271 pontra került előnyben ebben a legben. Ugye ő kezdte a leget, ez is előny, és pontokban is jelentősen elő van. 271 ponton Sipos István, 334-en Kollár Ákos. Egy 3-as Sipitől. Aztán egy 20-as. Az meg a szomszédban, 28 pont. Ákosnak most kellene nagyot dobni, vissza zárkózhatna Sipire. Egy tripla 20-as megvan belőle, az sajnos az egyesben, 81 pont. Most nagyjából kiegyenlített az állás. Sipinek az 1-5-ös. Aztán egy 20-as. És még egy 20-as, 45 pont. Nincsen meg a kiszálló, 198 ponton Sipos István. Négy, közben Ákostól, őnek is nincs meg a kiszálló. Tripla 20 megvan Sipinek, első nyíra, második a 20-asban. A harmadik pedig a tripla 1-ben, szerintem Sipi nem igazán tudta eldönteni arról a harmadik nyíról, hogy akkor az a 20-asba menjen, vagy a 18-asba, úgyhogy a kettő között landolt a nyíl. 22, Ákosnak továbbra sincsen meg a kiszálló, Sipi most előnyben, vélehet a leg, és ezzel egyenlíthet. Már csak a kerekítő maradt a végére. 27 pont. Ákosnak sajnos az első nyíl az 5-ösben landolt, aztán az egy 20-as. Vált a 19-esre, 44 pont, ezzel 143-as magas kiszállóra tette le magát. Sipinek pedig a 88 nem egy megoldhatatlan érték. Egy 7-es lett belőle, még így sem az. 81 pontja van. Ha jól látom, akkor az egy 7-es, de nem vagyok benne 100%-ig biztos. 15. Ákost, egy 20-as, még egy 20-as. 47 pont, 96 pontja maradt. Visszakapja Sipi a lehetőséget. Megvan a tripla 19 lent. És akkor dupla 8. Első!
Nyíra eltalálta, és ezzel 2-2-re alakította a mérkőzésnek az állását, az átlagok fej-fej mellett, és most már legekben is 2-2 az állás. Ugye ebben a legben már biztos, hogy győztest fogunk hirdetni. 100 ponttal kezdi Ákos, ugye ez döntőleg 3 nyert legig zajlik a mérkőzés. ...96 Sipitől, nagyjából dimenzióban ugyanannyit dobott, mint Ákos. 41, sajnos az a második fránya nyíl, az megint átcsúszott az egyesbe. Nagyon harcolnak egymással a srácok, bármelyikük is jut innen a döntőbe. Megérdemelten kerül oda, hát sajnos a másik. 100 közben Ákostól, tehát a másik eredmény a másik játékos számára nem lesz túlzottan kellemes, hiszen nagyon-nagyon kiegyenlített a küzdelem. És ugye ennyire kiegyenlített küzdelembe kikapni nem az igazi. Ott van. Közben Sipitől, nézzük, hogy Ákosnak meg lesz a kiszálló. 28, sajnos nem, 172 ponton marad, Sipi előbb kerülhet kiszállóra, hátsó pályán. 58, meg is van neki a kiszálló, 143 magas. 19 Ákosnak, még egy 19-es, 57 pont, 115 pontra teszi le magát. Megvan a tripla, 19. Lenzlán. 95 ponttal teszi le magát Sipos István 48-ra, előnyösebb helyzetben, mint Kollár Ákos. 48 ponton van, őneki bravúr kellett volna ehhez a 115-ös befejezéshez, 68 pontot hagy magának. Nézzük, hogy Sipos István megoldja 48-at a győzelemért. Első nyírra a tripla 16-ot találja el, nem túl szerencsés. Besokkal, és visszakapja a lehetőséget Ákos, hogy hozza a saját legét, és ezzel megnyerje a mérkőzést. Egy 20-as megvan belőle. Dupla 8. Jós fejszámolás. 32. És a dupla 16-ra rápróbál Ákos. És belül 16 pontja maradt Sipinek, ott a lehetőség, hogy megoldja a 48-at. A 8-as megvan belőle, és a dupla 20 lehet a befejezés. Az a szomszédban landó dupla 15-tel még megoldhatja. Nincsen meg, Ákos visszakapja a lehetőséget dupla 8-ra a mérkőzésért. Ott volt Sipi kezében a győzelem. Nem élt vele. Nézzük, hogy Ákosnak sikerül-e az elsőre még a dupla mellett. Második is a dupla mellett. A harmadik pedig a 8-asban. Visszakapja Sipi a lehetőséget. Nem túl szerencsés ez a dupla 15, de nem megoldhatatlan. Az is csak egy dupla. Első nyírja, eltalálja, és ezzel a mérkőzést Sipos István nyerte, és ő jut a döntőbe, és Kollár Ákos pedig majd a bronzmérkőzésen vigasztalódhat, mi pedig a döntővel jövünk vissza rövidesen. Kellemes jó napot kívánok mindenkinek! A második Four Rings kupán eljutottunk a döntőig.
ahol Sipos István és Farkas Csaba fognak majd összecsapni. Az elődöntőben Sipos István 3-2-re győzött Kollár Ákos ellen egy kiélezett küzdelemben, ezt láthattuk. Farkas Csaba pedig Móricz Rolandot győzte le a nagyteremben 3-0-ra. Nézzük, hogy a srácok megérkeztek-e már a táblához. Igen, Csavi dobja a bemelegítő nyilakat, és ott van már Sipi is. És ugye a nagyteremben zajlik a bronzmérkőzés Kollár Ákos és Móricz Roland között. Ők már el is kezdték a mérkőzést. Szerintem ők elő fogják majd befejezni, és rövidesen elkezdődik a pénzfeldobás. Horváth Bence már ott van, pénzfeldobással fogja eldönteni a búradobásnak a jogát. Csabi fogja kezdeni a búradobást. Egy kicsit mellette, és akkor nézzük, hogy Sipi hova fogja elhelyezni azt a nyilat. A zöldben a mérkőzést Sipos István fogja kezdeni. A döntő most már 4 nyert legig fog zajlani. A mai küzdelmeket délelőtt 10 órakor 50 versenyző kezdte el 16 csoportban, és utána 32-es főtáblával folytattuk, és most már csak 4-en vannak a versenyben. Itt a centerpályán Sipos István és Farkas Csaba csapnak össze, és a bronzmérkőzés zajlik a nagyteremben Móricz Roland és Kollár Ákos között. Ez most nem sikerült túl fényesen, Sipinek 22 pontot szerzett. Ugye ez a leghosszabb mérkőzés, 57. legeket tekintve az este folyamán. Ugye itt a döntőben már 4 nyert legben kell bizonyítania annak, aki a második Four Rings kupának a 100. bajnoki címére tör. A kupák már ott vannak lent az asztalon, sórakoznak, és aki ezt a mérkőzést nyeri, ő szerzi meg közülük a legnagyobbat. Remek a hangulat egyébként, és nagyon fegyelmezettek a srácok. Itt a teremben már nem ugyanazzal a hangerővel adják elő magukat, mint a pultnál, úgyhogy arra se lehet panasz, hogy egymást zavarnák játék közbe-közbe. Megvan Csabinak a tripla, de a kettő másik nyíl az csak az ötösben landolt, 70 pontot szerzett, 299 ponton Csabi és 201-en Sipi. 47, ezzel a 47-es dobással is megvan Sipinek a magas kiszálló, 154 ponton van, Csabinak pedig 299 pontról kellene minél alacsonyabbra lekerülnie, 100 pontot dobott, de így sincs meg a kiszálló, 199 ponton fejezte be ezt a kört, Sipinek megvan a tripla. És a dupla 20, nagyon szép befejezés lett volna Istvántól így az első körben, nem sikerült, de arra a dupla 10-re még biztos, hogy rá fog tudni próbálni, hiszen Csabi egyelőre még nincs ilyen kiszállón, 85 ponttal 114-es magas kiszállóra rakja le magát Csabi, és Sipinek pedig meg lehet a kiszálló a dupla 10-zel. Második nyillal találat, és ezzel a saját kezdését Sipos István nyerte és 1-0-ra vezet, a második leget pedig Farkas Csaba fogja kezdeni. Csabi ugye már egy külön díjat be is zsebelt, hiszen a mai verseny elsősorban az Audis dolgozók számára került kiírásra, és a legjobb Audis dolgozót külön díjazzuk, úgyhogy ha esetleg megnyerné a kupát, akkor rögtön a két legnagyobb kupával gazdagodhatna, ő lenne a legjobb Audis dolgozó, és ő lenne a mai Four Rings kupának a bajnoka is. Ebben egy ember, Sipos István akadályozhatja meg, aki 1-0-ra vezet is ezen a mérkőzésen. Meg van a szektor biztos
találat Csabi részére is, 359 ponton, Sivi pedig 319-en, az sajnos az ötösben. Aztán egy tripla egyes. És egy hetes, nem sikerült ez a kör jól Sipinek. Csabinak ott a lehetőség, hogy felzárkózzon. El fogja váltani, nagyon lóg az a harmadik nyíl. 58 pont, szektor biztonság így is megvolt. És ezzel egyenlített is. Legalábbis ebben a legben és pontokban. Egy 20-as Csabitól, még egy 20-as. A harmadik pedig a triplában 100 ponttal. Már is 201 pontra kerül le Farkas Csaba. Sipinek is kellene a magas érték, ebből egy tripla 20-as rögtön elsőre meg is van. A második a sajnos túlzottan kiemelte. 85, 179 pontra került. Egy 20-as Csabitól, meg még egy 20-as. 60 pont, megvan a magas kiszálló 141-es Csabinak. Sipinek is a kiszállóra kerülés a feladat. Mégpedig minél alacsonyabbra. Kellene hozzá a tripla. 43. Nincsen, 43 pont, 136 pontja maradt. ...87 pontja maradt Csabinak. Előnyösebb helyzetben most, mint Sipi. ...41 pont. Tripla 20-ast próbált, hogy 36 pontja maradjon. Sajnos elcsúszott az egyesbe. Csabi is egy tripla 2-essel kezd. Megvan az 57 és a dupla 12 lehet a befejezés, és azzal akár egyenlíthet is. Stefankovics Károly Sipinek szorít. 63. Karcsinak. És köszönjük, hogy megjelent itt a streamben. Közben Sipitől egy tripla 16-os így elsőre, szerintem nem azt akarta. Ajjajjajjajjaj, az kipattant az a nyíl. Egy 7-es szeretett volna lenni, hogy utána dupla 20-szal fejezhesse be. Nem sikerült így. 40-en fejezte be ezt a kört, de Csabinak ott a lehetőség az egyenlítéshez. Dupla 12 lenne a megoldás, egy sima megvan belőle, dupla 6. Második nyírra a találat, ezzel a mérkőzést Farkas Csabi 1-1-re alakította, és a harmadik leget Sipos István fogja kezdeni. Egy 20-as Sipitől, az sajnos elcsúszott az ötösbe. 45 pont. Tehát a mai napot 50-en kezdték el, ez egészen magas létszámnak mondható. A PDP Series is mostanában ilyen 40 plusz fővel szokott elindulni. Ugye a kezdetek kezdetén még megvoltak a 60-as induló létszámok, most egy kicsivel alacsonyabb, hát ugye ez köszönhető annak is, hogy az idő erőteljesen javul, megvan a tripla 20-as Csabinak, 99 pont. És ebből az 50-ből kellett a srácoknak idáig eljutnia, és ugye 10 órakor kezdték el, most 3:45 van, úgyhogy lassan egy egész műszakot tudnak le a srácok itt a tábla előtt, minden elismerésem nekik. 57. Gyakorlatilag egy kemény 8 órás derbin lehetnek túl azok, akik idáig eljutottak. Közben ahogy már Szilárd is bekapcsolódott, üdvözöllek Szilárd! Tripla 19-es megvan Csabinak.
85 ponttal kerül 203-ra, az is nagyon szépen ott volt a tripla 19-es mellett, sajnos nem landolt a megfelelő szektorban. Ezzel Csabi most ebben a legben elég komoly előnyben van, pláne úgy, hogy most ismét egy tripla 19-essel kezd, aztán egy 3-as. 67 ponttal meg is van a 136-os magas kiszálló. Üdvözlök mindenkit itt a streamben, örülök, hogy ennyien követitek itt a délutáni eseményeket az arénában. 19. Ezt nem sikerült túlzottan fényesen Sipinek. Ott van a lehetőség Csabi előtt, hogy 2-1-re alakítsa a mérkőzésnek az állását. 60. És ezzel 76-os értéken Farkas Csabi, ami ugye már korántsem a megoldhatatlan kategóriába tartozik. Sipinek pedig kiszállóra kéne kerülnie, és ugye ahhoz nagyon magas értéket kellene dobnia. Nem jó a trip. Ugye itt még a tripla hús sem segített volna neki, mert ugye 159-e maradt volna, de így 199 még inkább rossz. Harminc 38 ponttal kerül Csabi 38-ra, nem biztos, hogy azt a harmadik nyilat azt oda szánt a Csabi. A lényeg, hogy kiszálló maradt, dupla 19-el fejezheti be. 33, Sipinek továbbra sincs meg a kiszálló, 166 ugye az nem az. Csabi rá is próbálkozik a dupla 19-re, és a 19-esben landol a harmadik nyíl, úgyhogy a következő kört még kerekítővel is kell kezdenie. Arra a körre biztos, hogy oda fog még tudni állni, hiszen Sipi nincsen kiszállom. 58-al 108-as magas kiszállóra került most le. Egy kerekítő kellene, meg is van a 3-as, és a dupla 8 lehet a befejezés. Az első még mellette, a második is mellette. 108-ra következik Sipos István. Még lehet befejezés, tripla 19 piros bull lehet a megoldás. Nincs meg a tripla 19, úgyhogy innentől kezdve már csak a kerekítő az, ami játszik. Tripla 20-ra próbálkozott, hogy 28-a maradjon, egy 20-as lett belőle, 68 ponta maradt Sipos Istvánnak. Csabi pedig tovább bombázza a dupla 8-at, és most pedig a dupla 4-et. Sipinek ott a lehetőség. Csabi kivárta, amíg odaér Sipi is. Az egy tripla 5-ös. Kigondolja a stratégiát Sipi. És megvan a 13-as, dupla 20 lehet a befejezés. Az pedig a mellette lévő dupla szektorban. 30 pontja maradt Sipos Istvánnak, dupla 4-re jöhet Csabi, egy 4-es lett belőle, dupla 2, második nyírra találat, és ezzel Farkas Csabi brépkelt, 2-1-re alakította a mérkőzésnek az állását, és a negyedik leget is ő fogja kezdeni. Előnyben Csabi, hoznia kellene a saját kezdését. 60. Szépen szektor, biztos a 60-nal kezd. Sipinek egy 20-as. Még egy 20-as. A harmadik meg sajnos elcsúszott az 1-esben, 41 pont, nem túlzottan sikeres kezdés Sipitől. Csabi tovább bombázza a 20-ast. A második is a 20-asban. Aztán leváltott volna a 19-esre, de az már a 3-asban landolt. 43 pontot szerzett. Sipinek most egy kicsit elment a fókusz, vissza kell találni a mérkőzésbe, különben Csabi nagyon elhúzhat. Pláne úgy, hogy megvan neki harmadikra a tripla 19, és ezzel már is 319 ponton van. Tripla 20-as alatt az első nyíl, a második fölötte, de a 20-as szektorban 60 pont. Nagyon szépen ott van az a tripla mellett, de nincsen benne még. 57. 5 volt mind a 3 nyíl, de csak szimpla lett mindegyik. 57 pontot szerzett Csabi.
És megint átcsúszik az első nyíl az egyesbe. Lent sem jön a 19-es. 27. Megvan a tripla 19 Csabinak. Aztán egy sima 19-es. 95 ponttal 167-es magas kiszállóra került Farkas Csabi. Sipi még 347-en. Óriási előnyben Csabi ugye 2-1-re vezet, és ebben a legben is neki áll az ászló. 47 pont. Nem sikerült Sipinek utána iramodnia. Csabinak egy 5-ös. Aztán megvan a tripla 19-es megint lent. 67 ponttal 100 pontra került. Ugye akár azt két nyíllal is meg lehet oldani. Sipinek megvan a 20-as. Aztán megint a szomszéd. 40 pont. 40. Csabinak sajnos 1-es. Aztán megvan a 19-es len. És a tripla 20-as is a végére. És leteszi magát 20-ra. Sipi egyelőre nincsen kiszállón, sőt elég messze tőle. Egy 100-ast kellene legalább dobnia ahhoz, hogy meglegyen a kiszálló. 26, nem igazán jön, aminek jönnie kellene. Nézzük, hogy Csabi első nyíllal találat, és ezzel a mérkőzést Farkas Csaba 3-1-re alakítja, és az ötödik leget Sipos István fogja kezdeni. Hát most már nincsen mese, Sipinek hoznia kell ezt a leget, ugye nem engedheti el Csabinak, hiszen akkor övé a mérkőzés, és ő lesz a második Four Rings kupa bajnoka, és Sipi kénytelen lesz beérni az ezüstéremmel. 57 pont. De 8 pont közben Csavitól. 20-as. Még egy 20-as. 43. A harmadik fránya ülök, azok mindig átcsúsznak a szomszédba. 26. Ez most Csabinak sem sikerült túl jól. Most egy kicsit indiszponáltak a srácok, érződik rajtuk a fáradtság, azért ez egy hosszú és fáradtságos nap volt. 59, de nincsen még vége. 57 Csabitól. 58. Közben érkezik a háttérből a biztatás Sipinek, rá is fér, hiszen Csabi 3-1-re vezet ellene. 45. Most ebben a legben jobban áll Sipi, de nem engedheti el magát, mert láttuk, hogy Csabinak hogy potyognak azok a tripla 19-ek. 100. Közben Sipinek is egy 100-as, és ezzel 140-es magas kiszálló már is lenn van. 81 pont Csabitól, nincsen meg a kiszálló. Na, sajnos az ötös belandolt Sipitől. Megvan a tripla 20-as. És akkor nézzük a kerekítőt, mondjuk egy tripla 17-est. Tripla 19-es sem rossz. 59, közben Csabi is leért kiszállóra. 128-as magas kiszállón. Hopszi! Nem rossz az. Tizenkettesben landol, de dupla 6-tal még be tudja fejezni Sipi, és 3-2-re alakíthatná a mérkőzésnek az állását. Nincsen meg. Csabi visszakapja a lehetőséget, ugye ezt a 128-at ezt célszerű 18-on kezdeni. Nem pedig a 20-on, mert ugye innentől kezdve nincsen befejezés, ugye ezzel a 20-assal. 47, 81 pontja maradt Sipinek
ott a lehetőség, hogy dupla hattal csípje a leget. Nincs az meg. Pedig fölötte nincs meg. Csabinak 81. Megpróbálkozott a tripla 10-zel, de inkább a 12 bullt kellett volna választani. 45 pontja maradt, újabb lehetőség Sipinek. Találat, és ezzel a mérkőzés állását Sipos István 3-2-re alakította, viszont ezt a leget Farkas Csaba fogja kezdeni. Sajnos a szomszédban egy 5-ös, meg van a 20-as, most már másodszorra 45 pont. Ugye Sipinek nagyon más lehetősége nincsen, mint Zsinórban nyerni a legeket. Egy pont. Csabinek az első a 3-asban landolt, aztán már másodszorra megvan a 19-es. Nagyon közel mindegyik nyíl a tripla szektorhoz, de nincsen benne azok a fránya milliméterek, mennyit számítanak, ugye. Sipinek a 2 a 20-asban, 60, azt már szépen lejjebb helyezte, de így sem volt meg a tripla, 400 ponton Sipos István, Farkas Csaba pedig 415-ön meg volt a tripla 19-es, 79 pontot szerzett, ezzel már is 330 6 pontra került Csabi. Nem jött Sipinek. Most elléphet Csabi. Meg is van neki a tripla 19-es, meg egy sima 19-es. 83 pont. Ezzel óriási előnyre tett szert Csabi Sipinek. Nem is egy, hanem kettő tripla kéne rögtön. Egy megvan belőle. 140. Bárcsak így működnének a dolgok, hogy mondom, hogy kell ki a tripla, és pikpak már ott is lenne. Sipinek ez most sikerült, 140 ponttal behozta Csabit. 206 ponton Csabi, 234-en pedig Sipos István. Egy pont, nincs meg a kiszálló, 193 pontra került István. Egy 19-es Csabitól, még egy 19-es. 57, Csabinak most már megvan a kiszálló, 149-es magas kiszállón van. Egy 19-es Istvántól, megvan a tripla 19 len. 97 ponttal került 96-ra, bravúr kellene Csabitól. Ez a hetesben landolt ez a nyíl, úgyhogy már ez a bravúr ebben a körben nem összehozható. Azért egy tripla 20-at még odahintett a végére, hogy 62 pontja maradjon és ráhiessen Sipire. Kellene a tripla 20 továbbra is. Nincsen meg, sőt egy egyes lett belőle. Kerekítő. És miért a tripla 19? Igen. 78. 75-re előszeretettel választja ezt a tripla 19-es megoldást. Én a tripla 17-et javasolnám inkább. Csavinak az a nyila, az inkább a tripla 10-es felé ment, de 15-ös lett belőle, az meg egy dupla 2. Gyors fejszámolás, és jöhet egy kerekítő. Három ponttal került 29-re, hát ez nem túl sikeres, viszont Sipinek meg kéne oldania, és akkor azzal egál lenne az állás. Egy 9-es, jöhet a kerekítő. 10 pont, 8 pontja maradt, és ott van Csavinak a lehetőség, hogy megnyerje a mérkőzést, ő legyen a bajnoka a második Four Rings kupának, a 13-as megvan, és két nyíl a kézben a dupla 8-ra. Az első még fölötte, a második pedig alatta, Sipi nem hibázhat, meg kell oldani a dupla 4-et, nincs mese. Az első fölötte, de nagyon közel a dupla szektorhoz. A második is közel, de nincsen benne. A harmadik pedig a 18-asban landolt. Csabi visszakapja a lehetőséget.
dupla 4 még jó lehet. Az pedig a szomszédban egymásnak adják a strafétát a srácok. Lehet, hogy ez a mérkőzés is a maximális legszámig ki lesz játszva. Dupla 4. Találat. És ezzel 3-3 a mérkőzésnek az állása. Az átlagok fej-fej mellett most már a legek is. És a döntő leget Sipos István fogja kezdeni. Hát a srácok maximálisan kijátsszák a bedobott pénzt. Bárki is lesz a bajnok, elmondhatja magáról, hogy heroikus küzdelemben szerezte meg azt a bajnoki címet. Csabitól. Sipi kifújja a levegőt, ahogy szokta, és koncentráltan támadja a 20-as szektort. Meg is van, mind a három a 20-as szektorban, 60 ponttal teszi le magát 400-ra. Csabinak is megvan, stabilan a szektor. Egy ötös Sipitől. Aztán túlkorrigál az egyesben. 26. Na most van ott a lehetőség Csabinak, hogy átvegye a kezdeményezést. Na mondjuk nem ezzel az ötössel. 20-as az már sokkal jobb hozzá. 45 pont. Egy 19-es Sipitől. Még egy 19-es. Lenni stabilan jön a szektor. Sőt, megvan a tripla is, 95 pont. Most egy kis előnyben Sipi, 279 ponton, 238 helyett 338 ponton Farkas Csabi. 13, nem sokat csökkentett most ebben a körben. Sipinek ott a lehetőség, hogy tetemessé növelje azt az előnyt. Nagyon szépen ott volt a tripla, szintén harmadikra, a kiszálló ugyan nincsen meg, de 184 ponton van, és közben a chatben is elindult a szurkolás, 80. Pro és kontra. Sipinek jó jött ez a váltás, mire kimondom, addigra sajnos a második nyilát csúszott a hármasba. 42 pont, megvan a kiszálló, 142-es magas kiszállón van Sipi, Csabi pedig 245-ön. Egy 20-as, ott a tripla 20-as Csabinak. 100 pont, és ezzel neki is megvan a magas kiszálló, 145 ponton, fej-fej mellett a srácok, minden szinten. Meg volt a tripla 19-es Sipinek, de sajnos a második nyíl a tripla 7-esben, úgyhogy kis fejszámolás, és akkor utána jöhet a kerekítő. 93 ponttal került 49 pontra Sipos István, 145-ön Csavi, sajnos az egy 1-es, aztán egy 20-as. 22 pont, 123 ponton felragadt Csabi. Nézzük, hogy Sipi megoldja a 49-et, most az ő kezében van a mérkőzés. Megvan a 9-es és dupla 20 lehet a befejezés. Első nyírra találat, és ezzel a mérkőzést és a mai második Forinc kupát Sipos István nyerte, Farkas Csaba lett a második helyezett, és a nagy teremben is lezajlott a bronzmérkőzés, sajnos az eredményét azt még nem tudom, de rövidesen ezt is megtudjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a streamben, gratulálunk mindenkinek, és legközelebb is találkozunk. Köszönöm szépen a figyelmet, kellemes hétvégét, jó pihenést kívánok mindenkinek, sziasztok!